egy nagyon-nagyon finom házi ketchup recept következik. A lényeg az az, hogy többféle paradicsomot vágjunk fel, és szépen asszaljuk meg így félig, vagy süssük meg a sütőbe alacsony hőfokon. Erről mindig az jut eszembe, hogy az olasz háziasszonyok úgy készítik a paradicsom pasztát paradicsom szezonban, hogy fölaprítják így a paradicsomot, kirakják egy letisztított óriási nagy faasztalra a napra, és ott szépen megasszalják. Utána lepréselik, és azt a pasztát is visszakikenik az asztalra, és azt tovább asszalják, tovább párologtatják belőle a vizet, addig, amíg megfelelő sűrűségű nem lesz. Szóval azért ott a nap biztos, hogy valami egészen zseniális hatást ér el, teljesen más, mint hogyha főzés közben redukálnánk le. Ez is valami ilyesmi, ez is így indul, hogy egy kicsit csökkentjük a paradicsomnak a víztartalmát ezzel az alacsony hőn való sütéssel vagy asszalással, ezért sokkal-sokkal koncentráltabb lesz az íze. Fogunk egy hagymát, fölaprítjuk, és egy kis olívaolajon szép puhára ledinszteljük. Adunk hozzá közben, amikor már majdnem puha a vöröshagyma, egy pár gereszt fokhagymát is. Tehát érdemes ketchupot is készíteni, mindenki ízlése szerint ízesítheti, meg hogyha kert tele van paradicsommal, akkor használjuk fel. Pici olívaolaj. És a hagyma, pici sóval. Ne süljön, hanem csak dinsztelődjön, még véletlen se pirosodjon. Fokhagyma. Így már kezd üvegesedni a hagyma, jöhet bele a fokhagyma, ízlés szerint. Azt csak egy percig hagyom, hogy jól kioldódjanak az illóolajok az olajban belőle. És utána olyan illata van, beleszedem a paradicsomot. Én durvára őrölt borsot és babérlevelet fogok belefőzni. A savasságát egy kis balzsamecettel fogom elérni, meg egy kis citrommal, majd ezt kóstolgatom. De hát a paradicsomban is ott a sav. Egy pici cukor biztos, hogy kell még, bár a balzsamecet édes. Meg hát ahogy sül a paradicsom, az is beédesedik. Úgy, és akkor utána lehet választani, hogyha valakit nem zavar a paradicsom héja, akkor turmixolja össze. Én szerintem sokkal finomabb, hogyha átpasszírozzuk, és a héja nem kerül bele. Beleszedjük a paradicsomot. És most megfőzzük, mint a lekvárt. Hogyha így elkezd teljesen szétfőni, akkor passzírozzuk át. Hogyha túl sűrűnek ítélik meg, nyugodtan egy pici vizet vissza lehet adni neki. Tehát jön bele egy babérlevél, vagy akár kettő is jöhet. Egy pici őrölt szegfűszeg, durvára őrölt fekete bors. Mindenből inkább először keveset tegyünk, és aztán majd még ízesítjük. És gyönyörűen olvad is már szét. Ugye vajpuhára sült a paradicsom, tehát ez gyors lesz. Nem is adok ehhez vizet, ez a ketchup úgy jó, hogyha jó sűrű. És akkor kóstolok egyet, hogy kell-e cukor. Nem, mert még jön bele a balzsamecet. Pont jó lesz. Ú, de édes ez a paradicsom. Adok is hozzá egy pici balzsamecetet. És akkor egy 10 percig forralom. Már passzírozom is. És akkor most türelemjáték. Sikerült kipasszírozni, hogy már csak a héjak, hagymadarabok vannak.
nem hagyjuk veszni a lényeget, a sűrűjét. Visszakerül a lábasba. És visszaforraljuk. Természetesen, ha nekifognak, akkor 5-6-szoros mennyiséget készítsenek, mert most ez csak mutatóba készült. Még egy utolsó kóstoló, hogy kell-e bele valami. Egy pici cukrot teszek bele. És már jöhetnek is az üvegek. Ha ennél is sűrűbb ketchupra vágynak, akkor ezt még mindig forralhatják addig, amíg nem párolog el annyi folyadék belőle, hogy a kívánt sűrűség meglegyen. És lehet kísérletezni a fűszerekkel, a paradicsomfajtákkal. Gyorsan le is zárom őket. És szerencsére lesz egy befejezetlen üveg, és ami arra jó, hogy azonnal lehet kóstolni. Jó munkát a házi ketchuphoz! Legújabb receptjeinket megtalálhatjátok az egy.hu receptkeresőjében.